Azért vagyunk itt, mert mélységesen elutasítjuk azt a rossz indulatú és gonosz propagandát, amit a bevándorlókkal szemben elkezdett a kormány. Hát gondolkodtam még a börtönruháson, de az már volt egyszer, és ezért gondoltam, ez éppen illik a témához. Immigration is handled wrongly by Brussels, and it is in connection with the spread of terrorism. Do you agree? I did not come to Hungary to participate in anything like terrorism. That's exactly what I had to run away from. Én a sajátomat plusz egy családtagét, és szerettünk még kettőt. Az utolsó, meg a leghátborzongatóbb, hogy nem kellene inkább a magyar családokon segíteni, mint a bevándorlók. Mint hogyha ez egy vagy kérdés lenne, nyilván kell a családokon segíteni. Nagyon jó ez a megélhetési szó, ez egy nagyon-nagyon pejoratív szó. Azt valószínűleg valami olyasmire akarnak vele utalni, hogy akik azért jönnek Magyarországra, mert itt akarnak óriási pénzeket keresni. Határátlépők száma az tavaly november óta valóban megnőtt, de ugye ezeknek egy nagy része az menekült, státuszt kér azonnal, a többiek meg megpróbálnak ugye átjutni egy jobb gazdasági környezetű országba. A vita, amelyet Orbán rá akar kényszeríteni Magyarországra és az Európai Unióra, és amelynek része a nemzeti konzultációnak nevezett úszító irat is, rég lezajlott Európában, ahonnan Komtország mai kormányosa Magyar Hont Kazasztánba szeretné menekíteni. Mindez csupán néhány szánalmas szavazatra gerjedve teszik, amelyektől egy komoly politikus inkább elfordítaná a fejét. Állami kiadások évente kevesebb, mint 500 millió forint a menekült ügyre, az egész menekült ügyre. A nemzeti konzultáció pedig 1 milliárd forintba került. Kétszeresét költötte el erre a kormány a közpénzből, mint amit a menekült ügyre költ egyáltalán. Az összes többi pénzt, több mint 4 milliárd forintot az Európai Unió biztosítja. Európa! 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 Nem értem, hiába.